A Hantec ZRT évzáró rendezvényt szervezett Csornán. A rendezvényen dr. Bónáné dr. Németh Katalin polgármester mondott ünnepi beszédet. Nagyon-nagyon szépen szeretném megköszönni, hogy idejében is megkaptam ezt a megtisztelő meghívást. Ez nagyon nagy örömmel tölt el engem. A Zelenke Pál tulajdonos úrnak szeretném ezt megköszönni. És nem csak azért, mert az egyik legjobb iparűzési adó fizetőink a Hantec, hanem azért is, mert mindig nyitott fülekre talál, akármilyen segítséget kérünk, ugye az adományozási céljairól, illetőleg az adományozó kedvéről nem is beszélve Zelenka úrnak, ami én azt gondolom, hogy a gazdasági életen felül is azért ez a mecénás szerep, azért ez egy nagyon tisztelet reméltó. És én szeretném megköszönni tényleg a gyár összes dolgozójának, és kiemelten persze a vezérkarnak, úgymond a tulajdonosnak, hogy a város egyik mozgatórugói önök, úgyhogy én szeretném megköszönni elsődlegesen az egész éves munkájukat, és itt pedig az ünnepekben meghitt boldog, békés karácsonyt kívánok mindenkinek, és sikerekben és egészségben gazdag, boldog új évet. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönjük polgármester asszony kedves szavait, most pedig nagy tisztelettel felkérném Zelenka Pál urat, a Hantec ZRT tulajdonosát, hogy tartsa meg ünnepi köszöntőjét. Szeretettel üdvözlök minden meghívott vendégünket, dolgozóinkat a mai ünnepénkre. Polgármester asszony olyan szép szavai nehéz überelni, és nem is akarok sokat hozzátenni, és büszkék vagyunk, hogy a 20. adót már mai nap átutaltuk, hogy tudja elkölteni az önkormányzat a pénzt. Én úgy érzem, minden kollégának, amit tett 2016-ban, még egyszer meg szeretném köszönni. A stabilitásnak a fő lényege, és amit tettünk 2016-ban fejlesztést, több mint 400 millió forintos fejlesztés beruházást hajtottunk végre, és én úgy érzem, a dolgozók azok mindjárt tudják, hogy a legmodernebb fiberlézert vettünk, élhajlítókat, pár nap ezelőtt érkeztek meg, és még a olyan gépek, amit vásároltunk, és hozzá akarom tenni, nem csak pályázat útján, hanem teljesen önerőből is vásároltunk gépeket. Én meg szeretném köszönni mindnyájatoknak a munkáját, mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket, boldog új évet, és azt tudnám a 17-re mondani, annyira le vagyunk terhelve, csak győzzük, és mindenkinek jó pihenje ki magát, mert 17-es év megint csak leállásig, júliusig hajrá lesz. Még egyszer kellemes ünnepeket mindjártoknak. Azért még néhány gondolatot engedjenek meg, hogy hozzáfűzzek ez a mai ünnephez, ugyanis úgy gondolom, hogy jócskán van okunk arra, hogy örüljünk, illetve ünnepeljünk. Annál is inkább, mert ezt a sok-sok sikert, amit egyrészt polgármesterasszony is elmondott, illetve amit Zelenka úr is említett, hát számos díj és kitüntetés is övezte az idei évben, és ezekről szeretnék tényleg a teljesség igénye nélkül, mert rengeteg elismerést kapott a Hantec ZRT, illetve személy szerint Zelenka Párul is, de azért néhányat feltétlenül ki szeretnék emelni, és el szeretnék mondani, hogy mindenki azért tudja, hogy micsoda elismerések születtek ebben az évben. Az ilyen volt például, hogy az idejében megkapta Zelenka úr a Magyar Köztársaság tiszti keresztjét, ami egy rendkívül magas elismerés, ugyanis ezt a miniszterelnök úr javaslatára a köztársasági elnök adományozza, és ezt vehette át az idejében Zelenka úr. A másik hatalmas nagy elismerés, amin ugye nem csak Zelenka urat, hanem az egész Hantec ZRT-t méltatta, illetve a Hantec ZRT munkásságát elismerte, az idén ősszel a Merkur díjat vehette át a parlamentben Zelenka úr, amit Kövér László, illetve Parrag László adományozott a Zelenka úrnak, illetve a Hantec ZRT-nek. Ami egy nagyon érdekes dolog volt, és azért ezt én feltétlenül szeretném itt elmondani és kiemelni, hogy többek között ugye elismerték a Hantec ZRT működését, azt a ragyogó teljesítményt, amit nyújtott ebben az évben, de nem csak ebben az évben, hanem itt az évtizedek alatt, továbbá a szakképzést. És ezt azért szeretném kiemelni, hogy ez egy rendkívüli dolog volt, amit hát azóta nem csak a parlamentben, hanem most már az országgyűlés különböző bizottságaiban, illetve
a különböző minisztériumok, a minisztereknél is azért ez elhangzik. Ugye tudjuk jól, hogy a szakképzés az hát nem olyan egyszerű most itt Magyarországon, elég kevés szakember található. Viszont egy olyan szám derült ki itt a felmérések alapján, hogy amióta a Hantec ZRT-nél működik a szakképzés, itt több mint 1000 olyan tanuló volt, aki itt végezte el a szakmát, itt tanulta meg a szakmát, ami egy bődületes szám, és ehhez külön szeretnénk gratulálni még egyszer Zelenka úrnak, a Hantec ZRT dolgozóinak, hogy ezt elő tudták teremteni, és még egyszer hangsúlyozom, hogy ez kormányzati szinten is egy hatalmas nagy elismerés váltott ki, hogy egy ilyen nagy számot tudott itt a Hantec ZRT megvalósítani, és ennyien kaptak szakmát a Hantec ZRT közreműködésével. Még egy elismerést azért szeretnék megemlíteni, mert nem csak Magyarországon ismerik el a Hantec ZRT, tehát azért tudjuk jól, hogy 100% exportra dolgozik. Ezt az Európai Unióban is figyelemmel kísérték, és az idén az Európai Parlamentben oda meghívták ugye Zelenka urat, és ott szintén egy rendkívül magas díjat kapott az Európai Parlamentben, ugye ez az Európai Díj. Ezt évente egyszer ugye egy főnek szokták odaadni, és ebbe ezt idén Zelenka úr érdemelte ki, tehát ez is egy óriási nagy elismerés, amiért szintén még egyszer gratulálunk. De hogy azért a sok öröm mellett azért azokat is, azoknak is külön megköszönjük, akik ehhez hát sok mindent hozzátettek, ezért külön szeretné a menedzsment, Zelenka úr, azokat a kiváló dolgozókat most köszönteni, illetve díjban részesíteni, akik nagy mértékben hozzájárultak ezekhez a sikerekhez. És akkor én felolvastam a neveket, és kérném, hogy aki a nevét hallja, akkor legyen kedves ide kifáradni, hogy akkor meg tudjuk őt gratulálni. Mondom akkor a... Jó. Akkor legelőször azokat említeném, akik kiemelkedő munkájuk révén pénzjutalomban részesültek. Először is kérném Horváth József forgácsolót, hogy legyen kedves ide kifáradni, és egy nagy-nagy tapsot gondolom megérdemel. Szintén kérném, hogy fáradjon ki Bíró Attila hegesztő, aki szintén pénzjutalomban részesült. Most pedig azokat említeném, akik szintén kiemelkedő munkájuk jutalmaként nagyon értékes ajándékokkal fognak most hazatérni. Először kérném Tóth Vince Lakatost, hogy legyen kedves ide fáradni. Tóth Vince egy nagyon modern mosógépet kapott. Közben kérném Mészáros Józsefet, ki szintén lakatos, hogy ő is fáradjon ide. Ő hasonlóképpen egy mosógépet kapott Zelenka úréktól. Azért elmondanám, hogy nem voltunk annyira gonoszok, tehát az ajándékot a díjazottak már megkapták, tehát nem most fogjuk nekik odaadni, hogy cipeljék haza. De azért van még olyan, aki nagyon sokat tett a Hantec ZRT érdekében. Kérném, hogy, na ez azt hittem, hogy én vagyok, Németh Attila József, meg én is Németh Attila vagyok. Tehát Németh Attila József villanyszerelő legyen kedves ide. Egy nagyon szép televíziót kapott. Közben kérném, hogy Posgai Ferenc targoncás legyen kedves ide fáradni. Ő egy mikrohullámos sütőt, illetve egy tűzhelyet kapott. Végezetül pedig kérném Szabó István esztergályost, hogy fáradjon ide.
Szabó István szintén egy mosógépet kapott. Akkor még egyszer szívből gratulálunk a külön díjazottaknak. És végezetül azért még lenne egy nagyon fontos bejelentés, amit felkérném Zelenka Pál urat, a Hantex ZRT tulajdonosát, hogy ossza meg velünk. Nagyon rövid leszek. Sajnos a miniszterelnöki megbízott úrt visszarendelték a kormányba, a kormányülésre, és ő szerette volna átadni ezt a nagy kitüntetést. Akik a szakmunkási tanulók és a képzésben nagyon sokat tettek, Kalányos urat jöjjön ki, legyen szíves. És azt szeretném, hogy 200 ezer forint jutalomba részesítjük. Még egyszer gratulálom. És 200 ezer forint jutalmat a miniszter biztos úr adta volna át, és engedd meg, hogy meg a papírokat mindent a Klárika meg tudja csinálni. Ez egy meglepetés. És amit tettél a szakmunkásokért, mesterképzést, amit elvégeztél, büszkék vagyunk rád, és ugyanúgy folytatod a szakképzést, ahogy elkezdtük, és sokáig csináld, légy szíves. Köszönöm szépen! Gratulálok! Köszönöm szépen! A fogalma se volt. A meglepetésednek ez a fő lényege, de Józsi jó helyre ment, sokat tettél a szakmunkás képzését, és ugyanúgy tovább tanítsd a fiatal diákokat, ahogy idáig tetted, ezt megérdemelted.